Leveszem a kopott tokomat, hogy szép legyen a telefon. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb tech videóról... Blabla. A lényeg, hogy tudok beszélni. A mai videó egy újabb tag videó lesz, mégpedig a tavaszi piknik book tag, amire Attila hívott ki a regények kalandora csatornáról. Ő most egészen új még a booktube-on, úgyhogy be lesz linkelve a csatornája lentre is, meg föntre is talán, ha nem felejtem el. Úgyhogy nézzétek meg feltétlenül őt is. Majon hívott ki, de én most ezt videó formájában fogom megcsinálni, mert amúgy is most vizsgai időszak van, meg minden is videó ötlet hiány, úgyhogy mindent fogadok. Szóval akkor nézzük is ezt a kis tavaszias teget. Első kérdés, szerelmi zsongás, vagyis a kedvenc műfajod? Hát az én kedvenc műfajom az egyértelműen a fantasy. Szerintem nagyon kevés olyan könyv van mögöttem a polcon is, ami nyomokban nem tartalmazna fantasyt. Második, jövőre pipálom. Második kérdés, a légy a... Fáradt vagyok, úgyhogy kicsit nem megy nekem ez ma, lehet, hogy látszódnak a kis táskáim is. Nem baj. Most fog beütni a kávé, és el fogok kezdeni hadarni. Második, légy a levesben, egy könyv a kedvenc műfajodból, ami mégsem tetszett. Hát azért van ilyen, mert még kedvenc műfajon belül is sokszor belefuthat az ember abba, hogy olyan könyveket fog ki, amik nem jönnek be. Egy olyan fantasy sorozat, és között egy könyvsorozat, amit mindenki imád, majdnem mindenki, viszont számomra elég nehezen emészhető volt, az a végzetereki sorozat volt, és hogy tényleg olyat válasszak ebből is, mert nem azt mondom, hogy utáltam az egész sorozatot, csak nem tetszett úgy az egész koncepció, vagy nem akkor. Úgy az egész sorozat egyben így annyira nem volt ilyen, hát de jó, hanem csak így, elolvastam egyszer, elég volt. De az a könyv a sorozaton belülről, amit nagyon utáltam, vagy hát nagyon rossz volt, az a negyedik rész, és remélem azt vettem le, igen, a Bukott Angyalok Városa. Mert ezen a köteten annyira érződött, hogy ez egy töltelék kötet volt. Mert én úgy tudom, hogy a végzetereki eredetileg trilógia lett volna, és az első három rész az még jó is volt, és aztán amikor ideértem ez a negyedikhez, akkor fogtam a fejem, hogy miért vettem meg mind a hat részt. Addigra késő volt, és úgy gondoltam, hogy végigolvasom, de ez tényleg a legrosszabb kötött az egész sorozatban. Nagyon erőltetett volt számomra, és nem szeretem. Most ledobtam, de az még kelleni fog, nem mindegy. Harmadik, pocsolyába léptem, egy könyv, amivel alaposan mellé nyúltál. Ettől a könyvtől egyébként már megszabadultam, odaadtam a könyvtárnak, nem tudom, jó ötlet volt-e vagy rossz. Na mindegy, de ezt, hogyha valaki nézi egy kicsit régebb óta a csatornát, mondjuk tavaly január óta, akkor tudja, szerintem, hogy mi ez a könyv. Ez pedig a Shadow Year Hannah Richelt-től, talán fejből mondom, nem emlékszem, majd bevágom a kis borítóját. Én azt a könyvet úgy vettem meg, hogy ilyen életemben akkor vettem először úgy könyveket, hogy így egyszerre sokat, mert ilyen masszív akció volt a Book Depository-n, és megvettem, mert olyan érdekes kis misztikus könyvnek hangzott. Misztikusnak misztikus volt, érdekesnek érdekesnek volt, de egyébként egy rakás... Hát az volt. Én ezt a könyvet nagyon utáltam, tehát egy kevés olyan könyv van, ami ilyen szórakoztató irodalom kategóriába tartozik, és úgy szívemből utálom, de azt a könyvet utálom. De tényleg, azt a könyvet mélységesen mélyen megvetem, és nagyon sokszor beszéltem már a csatornán arról, hogy miért vetem meg. Azt hiszem az idei éves, vagy az idén készült legrosszabb könyves összegzésemben benne van, mert valamelyik januárban olvastam, és valamelyik, igen, valószínűleg abban van benne. Katasztrófa volt számomra az a könyv, a sztori miatt. De maga a sztori volt hülyeség. Negyedik, minden évben virágzás, egy könyv, amit a legtöbbször olvastál újra. Néztem olyan, hogy ugyan melyik könyvet olvastam legtöbbször újra, mert kb. Két befutónk van. Az egyik a villám... Szóval az egyik a villámtól vaj, illetőleg a Percy Jackson sorozat, mert az egész sorozatot, az öt fő kötetet ugye a Percy Jackson sorozatban háromszor olvastam. A másik befutónk, szintén három újraolvasása, az a Harry Potter 1-2-3, mert kétszer olvastam az 1-2-3-at magyarul, és egyik évben olvastam az 1-2-3-at angolul,
a Harry Potter versenyre, amikor készültem, mert akkor ugye én középiskolás kategóriában angolul indultam, majd arról a videót ide belinkelem, hogyha valaki nem tudná, hogy miről van szó. Szóval ezt is így háromszor olvastam. Csak különböző nyelveken. És most kezdtem el a negyediket, úgyhogy lassan az is ide fut. De egyelőre még csak az első három Harry Pottert olvastam háromszor. És a P.E.U.-t. Lesz ez még többször is újraolvasva ez a kettő, garantálom. Ötödik, Magnólia Bimbo, egy könyv, aminek a borítójába szerelmes vagy. Nem a saját könyvem egyébként, de a Harry Potterek se. Mindegy, ez is Harry Potter lesz, mégpedig a legendás állatok és megfigyelésük, mert idehozhattam volna a Grindelwald bűtötteit is, mert annak is gyönyörű borítója van, ennek is gyönyörű borítója van. Ráfókuszál talán? Igen. Gyönyörű, mind a kettő. Ennek még a tartalma is jó egyébként. A Grindelwald bünteteit azt nem szeretem. Van róla 40 perces videóm, de ennek gyönyörű a borítója, és ennek szerettem a sztoriát is. Szép. Ezért az egy dolog, hogy megéri, hogy megoldjam valakinek az egész legendás állatok sorozat, mert baromi gyönyörű borítója van. Hatodik, Hangyák a süti szeleten, egy könyv, amit mindenki szeret, csak te nem. Egyrészt említettem már a végzeterekét, most nem fogom felemelni, mert most a kupac aljára került. Mondom, az első három rész az olyan volt, hogy elment. A harmadik rész egyébként szerettem a végzeterekéből, szóval a harmadik rész az jó volt. Arra 5 csillagot adtam, az 1-2 is olyan 3,5-4 csillag körül mozgott talán. Szóval az első három rész az még olyan volt, hogy oké, nem lesz kedvenc, meg nem lesz ilyen nagy végzeterekéi fanság ebből, de jó. Aztán jött a negyedik, ez katasztrófa volt, és az 5-6 is olyan volt számomra, hogy meh. Szóval nem, Cassandra Clare-rel nem vagyok jobban, és leginkább azért, mert az egész végzeterekéi sorozat az hasonlatokból állt. De ilyen nagyon durván, képtelen hasonlatokból. És ez mély nyomot hagyott, és nem, nagyon nem jött át a stílusa egyébként Cassandra Clare-nek. Meg nem tudom, a sztorival is megvoltak azok a problémáim, amik meg szoktak lenni hasonló dolgokkal, amik vannak a könyvben. Szóval a végzeterekéi nem nekem való. Másik, ami szintén egy elég népszerű sorozat, viszont hát nekem annyira nem jött át, az az Éhezők viadala. Azt hiszem az első könyv az még jobban jobb volt, vagy nem emlékszem, milyen értékeléseket adtam, szerintem ilyen 4 csillag körül adtam neki, de akkor még nagyon jó szívű voltam csillagozásból, tehát mikor ezt olvastam jó pár évvel ezelőtt, és én ebből a filmeket sem szerettem, aztán elolvastam a könyveket, és egyszerűen nem igazán az én sztorim. Azt hiszem, én ezen nagyon sokat szenvedtem, ebben elég híres szerelmi háromszögben is. Attól én a szememet ki tudtam volna kaparni, meg nem tudom. Szóval nekem ez az Éhezők viadala dolog nem jött át. Annyira. Hetedik, milyen volt szőkessége egy könyv, aminek alig emlékszel a tartalmára? Egy-két dologra emlékszem csak a könyvből, de nagyon összezavarodtam eleve, miközben olvastam, és régen is volt már ahhoz képest, és alig emlékszem, hogy mi van benne konkrétan, ez pedig Ricky Jancy-től, Jancy, A végtelen tenger, ami az 5. hullám második része, de igazából, ha már itt tartunk, az utolsó csillag, ami a harmadik része a trilógiának, az is olyan, hogy abban sem nagyon tudnám megmondani. A végére emlékszem egyedül annak a könyvnek, másra nem nagyon, úgyhogy amilyen erős indítása volt nálam az 5. hullámnak, olyan gyenge volt a folytatása, és tényleg egyáltalán nem is emlékszem, mi történt a könyvekben. 8. Madárcsicsergés, szintiszta madárcsicsergés, egy könyv, amit mindenkinek ajánlanál. Tényleg el kell mondanom? Villámtolvaj. Én ezt az égvilágon mindenkinek ajánlani fogom, most éppen anyát próbálom rávenni egyébként, hogy elolvassa, mert múltkor kérdezte, hogy van-e magyar könyvem, mert már kiolvasták az összeset. Ami volt, vagy hát amit kaptam. És jött kérdezni, hogy van-e. Mondtam, hogy Percy Jackson, olvasd el. De azt mondta, hogy nem jó, mert a sorozat, és akkor nem fog tudni a kertbe menni. Hát mondom, az engem nem érdekel. Olvasd el a Percy Jacksonokat. Úgyhogy egyszer még ráveszem. Ez az új célom, hogy rávegyem anyát, hogy olvassa a Percy Jacksonokat. 9. Ribizlire... Nem tudok olvasni. Ribizli Lekvár. Egy fanyarédes történet, amit szeret.
nem, egy fanyarédes igaz történet, amit szeretsz. Nem egészen tudom, milyen értelemben kéne most használni a fanyarédes jelzőt. Meg ilyen sztorikat annyira szerintem nem is olvastam még. De meg ugye itt az van, hogy igaz történet, úgyhogy én megpróbáltam az igaz részére fókuszálni. És így jutottam a Bob az utcamacska könyvre, ami szerintem igazából külön nem fanyar. Van benne valamicske olyan is, mert ugye az arról szól, hogy a szerző az, aki, vagy a szerző narrától, ő az, aki ezt átélte, neki a macskája a Bob, és a drogfüggőségének arról szól igazából a történet, ahogyan megpróbál a szerző leszokni a drogról, és ebben van segítségére Bob, az utcamacska, akit egyszer csak talál, és egyébként egy roppant aranyos történet van belőle, film is, és igaz történet, tényleg a szerzőnek így úgymond a memoárja erről az időszakról. 10. anyakockás terítője, egy régi megviselt könyv, amitől sosem válnál meg. Tekintve, hogy tényleg nem olvasok olyan régóta ilyen masszív mennyiségben, a legrégebbi könyv jelen pillanatban a polcomon szerintem a Villámtolvaj, ami nem fönt van, de a Percy Jackson sorozat itt van, a Villámtolvaj most itt van mellettem. Kb. Az a legrégebbi könyvem, és jó állapotban van, főleg, hogy igazából azt a kötetet még csak kétszer olvastam, mert legelsőre az unokatesomtól kaptam kölcsön. Viszont én nagyon vigyázok a könyveimre, úgyhogy egyik sincs rossz állapotban, de egyértelmű, hogy a Percy Jackson könyveimtől nem válnék meg. Semmi pénzért. Esetleg a 3-4-5-5 lecserélném kemény fedelesre, hogy szépen egyben legyen a sorozat, mert én ilyen kemény fedeles mániás vagyok. A legmegviseltebbem egyébként, ha már ezt nézzük, az elveszett hős ilyen szempontból, már csak azért, mert ez puha borítós, és ez a nagyon vékony papírból készült, és ugye megtört a gerince, és én erre fókuszálna az art... Na, menjél már innen, hát nem igaz. Oké, nem így. Szóval így. Mondom rám, ne, ide. Na, úgy. Szóval itt ugye megtört a gerince, meg valahol itt is majdnem megtört, de ebből is szeretném a kemény borítósát. Szóval külön ilyen nincs, ami ilyen tényleg megviselt lenne. Mármint ez a kiesik már kb. A könyv belső a borítóból, de azért is megtartom, mert emlékek, mert ennyire ilyen nem nincsen. Ez volt ez a kis könyves pinktik tag, és egyébként ilyenkor van sötét, mikor végre van videóötletem, meg videózni is tudok. Kicsit kék vagyok lehet, előfordulhat, ha nem tudom kijavítani. Attilának köszönöm még egyszer, hogy kihívott, és kommentben pedig, hogyha gondoljátok, akkor hagyjátok lent a ti válaszaitokat a kérdésekre. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!